A 2023-as esztendő több szempontból is nagy jelentőséggel bírt a repülésünk életében. Kettős évfordulót ünnepeltek Ibrányban. A település 30 éve város, 2013-tól pedig járásszékhelyként is működik. A jubileum alkalmából szervezett ünnepségen teret neveztek el Ibrány egykori polgármesteréről, Berencsi Béláról az önkormányzat épülete előtt, ahol egy köztéri alkotást is lelepleztek a néhai városvezető emléke előtt tisztelegve. A polgármesteri hivatal és a rendőrös közötti teret a testület döntése értelmében néhai polgármesterünkről, Berencsi Béláról nevezzük el, hiszen ő 44 évig volt a település vezetője, Magyarország második legrégebben hivatalában lévő polgármester volt, és nagyon sokat dolgozott a településért. Úgy gondoltuk, hogy az ő halálának 5. évfordulójára mindenképpen szeretnénk az ő munkásságának emléket állítani. A fiatal város egyedülálló történelmi hagyatékkal rendelkezik. Ibrány területén 1985-ben kezdődtek ásatások, ahol gazdag honfoglaláskori leletanyagra bukkantak a régészek. Az időszaki kiállítás az Esbó halmi kincseket mutatja be a közönségnek. Ibrány területén történt 1985 és 90 között egy ásatás, ami egy 10-11. Századi temetőt hozott a napvilágra az úgynevezett Esbó halmon. Ennek a vezetője volt Istvánovics Eszter, a Nyíregyházi József András Múzeum régésze, aki most meg is fogja nyitni ezt a kiállítást. Ugyanis ez a kiállítás lényegében ennek a temetőnek a legfontosabb, leglátványosabb leletanyagát igyekszik bemutatni itt a helybeli lakosság számára. Tudnélik, még ez a kiállítás, pontosabban a leletanyag még magában Ibrány városában nem került bemutatásra, úgyhogy az évforduló alkalmat adott arra, hogy ezt itt bemutathassuk. Az ünnepségen Román István főispán a várossá avatás 30 évvel ezelőtti emlékeit idézte fel. Elmondta, önmagában a városi rang nem, csak a mindennapok munkája tesz élhetőbbé egy települést. Azt gondolom, hogy a település életében egy óriási esemény volt az, hogy 30 évvel ezelőtt várossá válhatott. Akkoriban 1993-ban, amikor ez megtörtént, sokan tették fel a kérdést, hogy mi fog ezzel változni, milyen új lehetőségek nyílnak meg. És azt gondolom, hogy akkoriban az a bölcsesség, ami elhangzott, és ami arról szólt, hogy a városi rang az csak egy cím, és a munka, amit el kell végezni, hogy a település élhetővé váljon, majd az a munka tesz igazán várossá, ez megvalósult nagyon sok tekintetben, és azt gondolom, hogy a következő éveknek is erről kell szólnia, nagyon komoly munkát végezve lehet az, hogy a település igenis minél több szolgáltatást tudjon nyújtani az ott élőknek. Ibrány járásszékhely is, erről sem feledkezhetünk meg. A kormányhivatal 13 járásszékhelye közül az egyik a megyében, és ennek megfelelően nagyon sok olyan államigazgatási szolgáltatás jelen van a településen és a térségben, ami az embereknek a mindennapi életét megkönnyíti. Úgyhogy egy kiemelt szerepkörrel bíró kisvárosáról beszélünk vármegyénknek. A kisváros azt gondolom nagyon jó infrastruktúrával és nagyon jó lehetőségekkel rendelkezik. Az ünnepségen az is elhangzott. Ibrányban az elmúlt 3 évtizedben megújultak a közintézmények, a városban működő járóbeteg szakellátóban pedig a térségben élő mintegy 30 000 ember egészségügyi ellátásáról gondoskodnak a szakemberek.